Nemzetközi szabadtüdős búvárversenyt tartottak Szabadkán. A megmérettetésen számos rekord is megdőlt. A verseny igazi extrém sportnak számít. Körülbelül ilyen 10 lehetünk így Budapesten, akik így aktívan csináljuk ezt, és most a versenyre kevesebben érkeztünk, de mindenkit így próbálunk arra ösztönözni, hogy ezeket a versenyeket csinálja, mert nagyon, nagyon jól lehet így nézni a fejlődést, meg követni, hogy ki hol tart. Úgyhogy egy héten 3-szor edzünk. Úgyhogy akinek van kedve, akár Szerbiából jöhet hozzánk, Budapestre, Noxigén. Ma indulsz még ma valamilyen versenyszámba? Igen, ma még lesz az utolsó versenyszám, az a Biffin kategória, tehát ilyen gyors krallúszással kell menni 2 uszonnyal. Abban fogok még indulni. Illetve tegnap indultam még két másik versenyszámban. És azok hogy sikerültek? Az nagyon jól sikerült, abban is csúcsot húztam, hogyha jól értem. A tegnapi az egy no-fin úszás volt, tehát uszony nélküli. Abban úsztam 109,5 métert, úgyhogy az is végül csúcs lett, úgyhogy ennek is örülök. A hazai pályán versenyző Sisa Ágota nagyon elégedett a program szervezésével. Hát a tegnapi verseny az a statikával kezdődött, és a dinamikával folytatódott, a kacsatalp nélkülivel, és sorjában mentünk, volt eredményhirdetés is, és akkor a maival folytatódik, ami a dinamika mind a kettő, a monoperája és a biperája. Jöttetek már máskor is erre a versenyre? Igen, minden évben megrendezzük. Hányan érkeztetek idén? Nem tudom, nagyjából 40-en. És hogy tetszett eddig a verseny? Hogy sikerült? Nagyon tetszett, hát a saját tetőpontjaimat elértem, és akkor sikerült minél többet megtudnom magamról. Ma lesz a következő versenyszám, arra jobban készültem. És ez milyen versenyszám lesz? A dinamika kacsatalppal. Sopronyi András a felszerelésről mesélt nekünk, mit és hogyan használnak a jobb eredmények érdekében. A kezemben láthatjátok a monofint, ez a dinamikus úszások forma egye. Ezzel lehet a leghosszabb úszásokat és a legnagyobb sebességet elérni, ezért használják ezt a dinamikus versenyszámban. Mit használtok még? Használjuk még a klasszikus vadászuszonyt, az a dinamikus Biffin versenyszámban lehet indulni, illetve uszony nélküli versenyszám is van, az pedig a dinamikus no-fin. Van-e ilyen kötelező megjelenés a versenyeken esetleg, ami kötelező mondjuk dressz vagy akár? Kötelező dressz nincsen, tudomásom szerint vannak természetesen megkötések, amit nem lehet viselni, de például a dinamikus versenyszámoknál sem kitétel a kezemben látható monofin, de mivel ezzel a leghatékonyabb a mozgás, ezért használják ezt a dinamikus úszásoknál. Tehát a dinamikusnál is lehet sima vadászuszonnyal delfinezve haladni, de ezzel sokkal hatékonyabb a mozgás, ezért ezt használják a versenyzők. Látom, hogy hoztál nekünk még valamit, és ezeket az eszközöket mire használjátok?
felemelem, tehát itt látható egy nyaksúly, nemzeti színekbe öltöztetve. Ezt azért használjuk, hogy a felhajtó erőt kompenzáljuk vele, és így a siklás az egy semleges állapotban történjen. Milyen nehéz ez? Ez körülbelül egy 7 kilós szett. Ez elég nehéznek mondható. Ez mindenkinek más, mint ahogy látható is, hogy ezen magunknak tudjuk rárakni, hogy mennyi plusz súlyra van szükség. Kinek a testösszetétele alapján választja meg a megfelelő súlyozást. Valakinek kevesebb kell, valakinek több kell belőle. A szabadkai búvárversenyre a budapesti csapata tavalyi évben csak 2 versenyzővel érkezett, idén azonban már 6-an jöttek. A versenyzők több kategóriában indultak. Statikban 5 perc 40 másodpercet értem, nofinben 116 métert úsztam, monóval 151-et és bifinben 118-es felett egészen pontosan. Ez mit jelent? Magadhoz képest jól teljesítettél, és a többiekhez képest hogyan? Magamhoz képest változó, statikban azért jobbat tudok, itt most ennyi sikerült. Nofinben egész jól megközelítettem a legjobbamat. Monóval túl is léptem, úgyhogy az lett ebből a szempontból a legjobb, illetve egyébként bifinnel is a legjobbat úsztam, de azt alig megkaroltuk, úgyhogy az annyira nem. Hát a többiekhez képest így azért több számban is sikerült dobogon végeznem, úgyhogy annak nagyon örülök. Általában a fiatalokat az úszás vagy a vízilabda vonzza. Téged mi készített arra, hogy búvárkodj? Hát rájöttem, hogy oltam visszatartani a lélegzetet, és szeretek víz alatt lenni. Ennyi. Nagyon szeretek víz alatt lenni, úgyhogy ez az érzés. Ezt nem is értem, hogy miért nem csinálja mindenki ezt. A versenyre Szerbiából, Magyarországról és Horvátországból is érkeztek résztvevők. 8 klub nevezett be, összesen 36 versenyzővel. Az összes versenyszámban indultam ezen a versenyen. Statikus és úszony nélküli úszásban második helyet értem el, a dinamikus számokban pedig első helyen végeztem mind a 2 versenyszámban. Mi a kedvenced? Tehát az, amiben nyertél? Alapvetően igen, én a monofines számban vagyok talán a legerősebb, arra is készültem a legtöbbet, így jelen pillanatban arra vagyok a legbüszkébb. Egy-egy ilyen versenyre mennyit kell készülni? Folyamatos az edzés, vagy van külön felkészülés egy-egy versenyre? Alapvetően folyamatos a felkészülés. Volt 2 másik verseny is ezelőtt, amin részt vettünk, úgyhogy igazából november óta mi szinte folyamatosan edzünk ezekre a versenyekre. Mindig ilyen jól szerepeltek a versenyeken? Próbálunk, igyekszünk, nyilván sok mindenen múlik. A környezet is erősen befolyásolja a versenyzők teljesítményét, de összesítésben azt mondanám, hogy most szerepeltünk talán a legjobban. Milyenek voltak a versenytársak, a versenycsapatok, többiek? Alapvetően úgy láttam, hogy mindenki nagyon ügyes volt, és próbálta tőle elvárható maximumot teljesíteni. Voltak erős ellenfelek, úgyhogy büszke vagyok az eredményekre. A szerb országos és a vajdasági nyílt bajnokságot szabadtüdős merülésben 12. alkalommal tartották meg Szabadkán. Takmičenje kao i svake godine je na nivou, što bi se rekao, i zadovoljan sam jako. Kakvi su ostali, znači, gde ti je mesto, kako vidiš? Da li napreduješ pored njih ili kako to ide? Pa,
Ja sam inače nosilac državnog rekorda sa monoperajima, to sam prošle godine osvojio, ali zbog specifičnosti posla ove godine nisam stigao da se spremim adekvatno, tako da napredujemo svake godine svakako. Takmičenje je bilo sasvim super, takođe i ostali takmičari su dali svoj maksimum, normalno to je bilo borbe ko će uzeti koje mesto. Na kraju uspeo sam da se izborim sa svojim rezultatima, da se smirim i da pokažem ono što sam uložio posljednjih 6 meseci. A szerb országos és a vajdasági nyílt bajnokságot szabadtüdős merülésben 12. alkalommal tartották meg Szabadkán. U 2017. godine smo na bazenu u Prozici postavili svetski rekord, odnosno Branko Petrović je postavio svetski rekord u statičkoj apneji. A kod dinamičke apneje takmičar na jedan dah treba da pređe što veće horizontalno rastojanje. Az idei versenyen számos egyéni és egy nemzetközi rekord is megdőlt.